Jó reggel, Vietnám, sziasztok gyerekek! Úristen, reggel 8 óra múlt, vasárnap, és már itt ülök, videózok, meg még ráadásul már kirattunk már egy videót reggel, vasárnap. Nem tudom, hogy mi van velem, tegnap is 4 videót gyűrtem ki a YouTube-ra, pörgök, mint a trágyaszóró, és közben jönnek a kommentek ezzel, és úgy gondoltam, hogy ezt se szabadna elhanyagolni, mert ugye több videó, több komment, és több dologra lehetne reagálni, amiket írtok. Szóval, igen, nézzük végig őket. Jó, gyereke? Egyébként ma még jön ki Farming Simulator. A következő Farming Simulator rész, ami ma kijön, az ilyen, mivel ugye csak úgy tudok dolgoztatni, hogy munkás nélkül, ezért ilyen tök jó, nekem nagyon-nagyon kis vízai volt, ilyen nosztalgikus, ilyen sztorizgatós volt. Úgyhogy aki ilyen sztorizgatós videókat szeret, az nagyon-nagyon olyan jó, hú, úgy beleéltem magam, meg úgy sikerült visszagondolnom a dolgokra. Tök jó egyébként néha úgy, hogy te tényleg nem gépi munkással dolgoztat az ember, hanem rákényszeríti magát arra, hogy ő arasson például, és akkor lehet így filózgatni. Tök jó lett egyébként, azt úgy örültem neki. Ja, akkor gyerekek, nézzük végig. Ugye 8 óra 20 van, tehát eddig érkezett kommentekre tudunk reagálni. Mark Voklol írja, hogy yes. A videóra, hogy kiraktam. Daniel Horváth. Yes, új videó? Igen, most reggel bazdában dobta ki a képről. Zsolt Csebő, 22 perce. Hát te se tudsz aludni, akkor magyarul te meg ilyen 8 óra előtt már nézted a videót. Na, falu közepére 3000 csirke? Ez mennyire életszerű? A csirke hol nem csicsagú kicsit? Ez kb. Ugyanaz, mintha leraknál napelemet, csak itt egy kicsit raklapozni és néha beönteni nekik a búzát. Tetszik a sorozat, de a játszás kedvéért kezd átmenni pénzformba. Ha már ott van ott a vagontyúk, nem kellene meghagyni a búzát, betárolni? Lehetne más termelni, például szóját. A szalmárát úgyis levitted a békafeneke alá. Zsíró bővítéssel ártana. Ez érdekes, egy csomó felvetés van. Egyesével megpróbálok rá reagálni, oké? Okay? A falu közepére 3000 csirke. Az lehet, hogy egy kicsit furcsa, bár nem a falu közepén van, hanem ugye így a peremvidéken, gyakorlatilag innen már ugye balra nem nincs semmi szinte. A vasútállomás és a falu közé helyezte vel, ugye egy ilyen séta útvonal van közbe, meg ugye még majd fogunk lefele terjeszkedni, hát a logisztika szempontjából ezt követelte meg a haza, hogy oda telepítsem. A csirkehol nem csicsagú kicsit? Azt kérdezed. Ebben nem tudom, hogy mire gondolsz. Mármint lehet, hogy arra gondolsz, hogy már 500 csirke van egy ilyen csarnokban. Egyébként a játékban nem, mármint hogy lehet, hogy arra gondolsz, hogy a mod csites. Mármint, hogy már sok a csirkeben, de egyébként lehet venni ennél jóval olcsóbban. Azt hiszem valami 30-40 ezerért csirke ollat, ami nem modolt, tehát benne a játékban, tehát a készítők csinálták, nem mod, nincs átírva semmi. 30-40 ezer körül van, vagy 30-40 vagy 50. Az a lényeg, hogy ilyen 50 ezer alatt van, az biztos, és 400 csirkés, és kisebb helyet foglal el. Mármint így nem foglal ilyen nagy helyet, mindez a csarnok. És 400 férőhelyes csirke ol, szóval ez benne van a játékban. Ez az 500 férőhelyes ól egy ekkora hatalmas hangárban, ez egyáltalán nem csites. Például itt nálunk van a csirketelep, de mondjuk csirkével foglalkozik most a srácma, ott ilyen több ezer csirke van egy ekkora hangárban. Ilyen rég, százas istáló, tudod milyen volt a százas istáló, lehet, ugye száz marha férte ebben, de most több ezer pulyka, meg több ezer csirke szokott benne lenni neki. Szerintem 500 csirke egy ekkora hangárban, tök egyáltalán nem csites. Az szerintem az ilyen, ez így hiteles. Meg ugye azt írott, hogy ugyanaz, mint ha leraknál napelemet, csak itt egy kicsit raklapozni, néha beönteni kell neki a búzát. Hát, igen, de ugye ez az állattenyésztés. Ez a Farming Simulatorban az állattenyésztés, ez egy olyan feature, ami benne van a játékban, és ez meg kell termelni, és meg kell termelni érte a búzát, meg vágni kell, aratni, kultiválni, meg kell csinálnod, és ez nem csak az, hogy beöntöm a búzát, azt meg is termelem, érted? És egyre több kell nekik természetesen. Hát pénzformba megy át, ugye 1 milliárd eurós kihívás, pénzt kell termelnünk, meg hát akkor hogyan termelnék pénzt? Hogyan? Csak az, hogy vetek meg aratok folyamatosan, hát ez még monotonabb, nem? Nem tudom.
Szerintem ez nem cheat. Ez be van. Most, hogyha marhákat fogok tenyészteni, akkor az is cheat, hogy eladom a tejet. Ez nem cheat. Én úgy érzem, hogy ez nem cheat. Ez a játékban benne van, és az all se cheat-es, mert 500 férőhelyes, ekkora hatalmas nagy hangár, az nem cheat, mert a játékban egy 400 férőhelyeset ennél jóval olcsóbban megkapsz. Tehát, hogyha nem raktam volna be a modot, ennél sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani. Csak azért raktam be a modot, mert ez jobban néz ki, ez egy ilyen kis feelingesebb, ez ilyen tök jó. Mert ugye az ilyen elkerített, tudod, ilyen fehér léckerítés és tyúkol, amelyik gyakorlatilag csak egy ilyen kicsi tyúkol van a közepén, abban is ugye az 400 csirkét beleveszett, és azok se látszanak, mert valaki felvetette, hogy majd a gáz, milyen gáz, hogy nem látszik az 500 tyúk. Úristen, hát az 500 tyúk az nagyon brutál lenne, ha látszana. Ez úgy van megoldva, de ez a nem modolt ólokba is úgy van megoldva, hogy nem látod azt a 400 tyúkot például a másikba. Ez nem cheat, ez ilyen. Ja, ha már ott van a tyúk, nem kellene meghagyni a búzát. Hát mindig meghagyok annyit. Ha megfigyeled, nem fogy ki az ól. Tehát akkor jó a logisztika szerintem, hogyha van a tyúkoknak kaja, és mégis adok is el, akkor így egész jó a logisztika. Annyiban igaz, hogy meghagyhatnám a búzát, és akkor ugye vethetnék mást, és akkor nem kellene még egyszer búzát vetnem, de ugye azért is adok el, hogy még amíg nem nagyon megy a gazdaság, akkor abból is teremtek egy kis pénzt. Előbb-utóbb valószínű, hogy egy földön, vagy néhány vetésen keresztül búzát termelünk, azt be fogjuk silózni, és akkor utána mást is termelünk természetesen, csak most ugye a búza az tök jó, mert egyszerre minden van. Egyébként a szalmárát levitted a béka feneke alá. Levittem, de nem vittem le mégsem, mert egyébként ebben a Farming Simulator 19-ben nem tudom, hogy van pontosan megoldva ez a metódus, hogy eladok, megveszek, mert az az érdekes, hogy a legutolsó részt, azt, amit tegnap vettem fel, és valószínűleg ma fog kikerülni, ott adtam el a szalmát, és megint ilyen brutál áron van, talán magasabb áron van, mint valaha volt. Azt hiszem, hogy 140 valamennyi áron nyomom mármint a szalmát el, és ilyen 130 körül szokott menni, ugye, hogyha kereslet van rá, akkor volt talán több, de alapáron 140 valamennyibe megy. Szóval így nem tudom, a Farming Simulator 19-ben elég gyors visszaállnak az árak, szóval nem annyira gond. De hát nem azért vetek búzát, mert a szalma miatt leginkább, hanem amiatt, mert a tyúkoknak is kell, meg el is tudom adni. Azt szerintem az egy tök jó. Az egy jó cucc. Ja, a siló bővítésre ártana, jogos. Egyébként a siló bővítést azt úgy oldottam meg, hogy most, pont a legújabb rész, amelyik most került ki, ott látni is az index képen, hogy van egy silót raktam a tyúkokhoz, tehát ott akkor most már egy ilyen külön siló van, amiben beordom a búzát, majd ugye a búzát azt majd oda fogom ordani, és akkor onnan ki tudom venni, és adom a tyúkoknak, mert az igazából azért kellett oda. Igaz, hogy ez nem konkrét silóbővítés, de egyébként a silóbővítés borzalmasan drága, szóval azért próbálok így lavírozni, hogy legyen is, jusson is, maradjon is, csináljuk is, mindenre adjunk el, és folyamatosan működjön a gazdaság, de fejlődjünk is, ugye fejleszteni is kell. Úgyhogy igen. Igen, a silóbővítésben teljesen igazad van. Egyébként néhány dologban egyetértek veled, a silóbővítésben egyetértek. A falu közepén a 3000 csirket nem a közepén van, de azért igen, elég érdekes, hogy ott van. A csirke, ahol nem csicszagú, abban biztos vagyok, mert ez így működik, nem modoltban is. És az, hogy a napelemhez hasonlítod, az nem pont igaz, mert a napelemmel nem kell semmit csinálnod. Ugye vannak olyan modok, nem csak a napelem, hanem bele lehetne rakni olyat, hogy mit tudom én, mondjuk napelem, de be van írva neki, hogy óránként termel 10 000-et, és akkor mindjárt nem lenne kihívás. Szerintem ebben van kihívás, mert meg kell neki termelni. El kell vinni, kell csinálni, meg ugye ebbe borzalmasan sok pénzt belefektetünk, mert ha belegondolsz, még szinte biztos, hogy hozta az árat, igaz, hogy most kerestünk vele ugye utoljára 120 ezeret, de 65 ezerbe került darabját lerakni az ólopnak, meg a csirkéket megvenni, az 30 valahány ezer, szóval ilyen 100 ezer volt egy csirkeolnak az elindítása, akkor nem számoltuk még ugye, amit, hogy beleöltünk például gabonát. Úgyhogy nem olyan, szerintem ez egyáltalán nem csites, ez így van ebben a játékban, kitalálban, meg a valóságban is általában úgy van, hogy a csirkének adsz ízét, kész, ez így működik. Ugye a következő állatokat is így fogjuk csinálni, mivel így körbe tudjuk járni az összes lehetséges metódust a játékba, a fakitermelést, a mindent. Hát akkor ne hagyjuk már ki az állattartást, érted?
András BB, szia képe, sorskártya ötletem. Tegnap részegen vezettél, ezért elvették a jogosítványon. Nem közlekedhetsz úton, csak földes úton. Előző videóban is írtam. Ez egyébként benne van hasonlóan. Van ilyen benne. László Darányi, Keeper kérdezted, hogy milyen játékot látnánk szívesen. Én nagyon szívesen megnézem tőled a Far Cry Primal végigjátszást, mert abba rendesen beleéled magad, azon pusztulni lehet egész végig maga a játék. 10.000 forint, 60 óra gameplay, nagyon ajánlom. Ja, nem tudom, egyébként ja, nézegettem a Far Cry Primal, de ja, az külön, ja, nem tudom, nem tudom. Nem akarok erre semmit mondani. Gergő Schlenker! Akkor nem Norbert, hanem Gergő. Ő szokta írni, hogy miért csinálom a izét, miért csinálom a géppel aratást meg ezeket. Na, én úgy tapasztaltam ki, hogy az automata vincs akkor működik jól, ha oda nézel arra a pontra kb. Ahova szeretnél vincselni. Na, kíváncsi vagyok akkor. Gergő Schlenker, a tutorial helpet ki tudod kapcsolni settingsbe, és az első menüpontban tutorial néven. Köszönöm, azt ki is fogom. Gergő Schlenker, nekem nem baj, ha hosszú videó, szeretem azt a játékot. Gergő Schlenker, nekem is elég furcsa a mentési rendszer a játéknak, mert amikor először játszottam a játékot, és ki akartam lépni, félve léptem ki, hogy vajon mentett, de amikor legközelebb beléptem, szerencsére ugyanaz a dobott vissza, ahol abba hagytam. Tehát autómentés van benne, mondjuk. Én az autómentésben nem nagyon bízok, szeretem a manuális elmentett magam a játékot. Egyébként pont ezzel kapcsolatban szívtam be, mikor most lepecselt tegnap a játék, miatt elkezdtem ezt az ötödik részt, akkor pont azért nem volt benne a videóban az, hogy visszaugratom a garázsba, mert úgy volt, hogy elkezdtem elkezdtem a gameplayt, és ugye visszaugrottam a garázsba, és lekresselt a játék, de akkor a garázsba már mentett egyet, és emiatt nem tudtam onnan folytatni a gameplayt, ahonnan akartam, tehát amikor még kim volt az ugaz a helyén. És ez tök ilyen random, hogy éppen ha ment a játék, és akkor utána lekresse, akkor pont onnan folytatod. De lehet, hogy egy csomó mindent megcsinálsz, és akkor kressel le, akkor onnan folytatod, ahol utoljára mentett. Úgyhogy érdekes, eddig mondjuk nem kell csak egyszer, de nem tudom, hogy miért. László Darányi, Keeper, én értem, hogy modok meg minden, de néha elrugaszkodhatnál, mivel opcucok vannak, nem modolva. Ja, igen, mi arra gondolsz, hogy ne csak modok legyenek. Természetesen, László, lassan át fogunk állni a professzionális földművelésre. Azért jó az az 1 milliárd eurós kihívás, mert én úgy gondolom, hogy ugye pont erről beszéltünk a legelején, amikor kézzel szedtük a krumplit, meg kézzel kaszáltunk, meg lapátoltunk, meg kipörgettük, tudjátok, a legelején, amikor gyakorlatilag majdnem kézzel dolgoztunk, hogy ebben a sorozatban azért nem kell előre haladni, mert akkor nagyon mondtátok, hogy jaj, ne a kézzel rakna a krumplit, adjál be magadnak pénzt, meg minden. Figyeljetek, nem kell előre rohanni, megcsináljuk azt a részét, megcsináltuk ugye, hogy kézzel szenvedtünk pici földön, így nem pici földön, hanem egy telken konkrétan, és akkor utána meg az történt, hogy most ugye volt MTZ, kicsi gépek, utána nagyobb gépek, rábastelgek, kirovetsz, sorba, és akkor egy idő után olyan fogunk érni oda, hogy egy ilyen professzionális földművelés és gazdálkodásra. Szóval ebben az 1 milliárd eurós kihívásban egy ilyen teljesen, a farming szimulátor egész spektrumát le fogjuk fedni, és így mindent. A-tól Z-ig mindent fogunk használni, és ki fogunk próbálni, konkrétan a sorozat. Ha valaki végignézni, akkor mindent tudni fog a farming szimulátorról, arra is tökéletes. Én úgy gondolom, hogyha ezt így végignézi, akkor a kézzel szeded a krumpittól a legprofessionálisabb dolgokig fog ez működni. Úgyhogy igen, ez egyetértek veled. Máté Tóth, szia Keeper! Lenne egy-két észrevételem a sorozattal kapcsolatban? Jaj, imádom egyébként! Imádom az ötleteiteket, meg amiket írtak, úgyhogy ezt már most már kedveljük. Az egyik az lenne, hogy az elején nagyon küzdöttél azért, hogy legyen pénzed gyomírtóra, és azért el kellett... Halló! Szia!
Éppen videót veszek föl. Jó? Na, mindjárt, ezért beszélünk. Na, csá! Szia! Én is, szia! Na, akkor, hol tartottunk? Ja, az egyik az lenne, hogy az elején nagyon küzdöttél azzal, hogy legyen pénz a gyomírtóra is, ezért el kellett adnod a szalmát olcsóbban. Gyomírtód viszont azért nem volt, mert eladtad az ifával együtt, mert nem lehetett belőle kivenni, és ilyenkor szerintem simán visszaadóhatnád magadnak a gyomírtót az ifa teljes árát, mert nem a te hibádból rossz az ifa. A másik észrevételem pedig az, hogy megint kupis a telefonon megszűnt. Igen, egyébként igen. Akkor akarok rendet rakni, pont azt említem szerintem a következő felvett részekbe, hogy hogy mondjam, amikor tudok munkással dolgoztatni. Egyébként igen, gondoltam arra, hogy mindig amikor így elcseszem a modokat, akkor így visszaadoltatom magamnak a pénzt. Az a baj, hogy nagyon sokan meg arra gondolnak ilyenkor, hogy ezt nem jól csinálom, és emiatt nem akarom, inkább legyen az, hogy szenvedjek, de ne érje szó a ház elejét olyan kapcsolatban, hogy én most mert nem tetszett az ifa, visszaadoltatom a pénzt. Hát, jó, nem sikerült az az ifa, de olyan sokat nem bukunk. Egyébként olyan sokat nem bukszám. Jó, a gyomértot azt elbuktam, de hát most összesen 5000-et buktunk, figyeljetek. Kibírom. Dávid Róka? Szia, Kiper, az ötletet, azt az ötletet adnék neked, hogy csináld úgy az eurót, hogy maradjon mindig 10 000 vagy 20 000 fölötti euró, hogy tudj venni gázolajat, vetőmagot, műtrágyát, gyomírtót, szereket, és akkor nem kell ez miatt idegeskedned, hogy nem tudsz venni, vagy nincs, mert elfogyok. Nagyon tetszik, amit csinálsz, csak így tovább ne add fel remény, mindig legyen. Ne add fel a remény, mindig legyél erős. Sok sikert kívánom neked a további videózáshoz. Köszönöm! És a tyúkoknak buzá is legyen, igen. Zsolt Sebő írta. Igen, köszönöm egyébként. Ja, jó lenne megtartani, de higgyétek el, egyébként néhány rész, szerintem 10 részen belül olyan szinten be fog indulni ez a gazdaság, hogy eddig így ment fölfele az összeg, meg a bevétel. Így fog jönni. Igen, azt higgyétek el. Úgyhogy lesz pénz bőven. Ed! Nem nincsen tovább, azt hittem hosszabbat vér, ez egy hosszat szokott. Engedd meg, hogy kifejtsem a véleményem. Szerintem ennyire drasztikusan nem lenne jó, ha átszabnád a térképet. Az egy dolog, hogy ha két egymás mellett lévő földet egybe szántasz, de utat, járdát eltünteti, szerintem lenne, nem lenne túl fel. Igen, egyébként be is tartottam. Mármint tök igazad van, úgyhogy azért is csináltam úgy, hogy amikor ugye abban a részben leraktam azt az épületet, és ugye eltűnt az út, és engem is nagyon zavar. És ezért úgy döntöttem, hogy visszaszedtem, ugye mentések kívül, és máshogy raktam le. Tökéletesen egyetértek veled. A térkép adta lehetőségeket próbáld meg inkább kihasználni, és ennyire drasztikusan már ne nyújj bele. A végén az egész map egy marha nagy szántó csirketelep lenne. Elveszi a feelinget, hogy egy vidéki környezetben próbálsz megérvényesülni, és elérni a célod. Tökéletesen egyetértek vele, és azért is egyébként nem csináltam azt, hogy ilyen eltüntettem az utat. Nem figyeltem arra, hogy ugye az emberek, ahol mennek, ott el tudjanak menni. Annyi, hogy még azt nagyon sokan javasolták, és az nekem egy olyan szintű degradáció lenne az egész sorozatban, amit egyszerűen nem tudnék elviselni, pedig rettenetesen megkönnyíteni a helyzetem. Nagyon sokan írjátok, hogy legyenek. Tudom, hogy van olyan, hogy le tudok rakni bárhova eladó pontot. Tehát akkor megint semmi értelme a térképnek. Az a poén benne az egészben, ugye van egy térkép, ami meg van szabva, és megvannak az eladó pontok. És az szinte sztori-szerűen, ugye hát a vasútállomáson adod le a krumplit, odaöntöd le a vagon mellé, akkor érted, a fát oda rakod le a fa mellé, a szalmát elviszed, tudod, az állatokhoz, és akkor mi írtátok, hogy rakjál le eladó pontot magadnak mindenből, a telepedre is kész. What? Akkor mi értelme? Akkor nem kell logisztikázni, akkor nincs értelme a térképnek, akkor lenne, hogy flat térképen is játszhatnék, és semmi értelme nem lenne. Mert akkor, meg jó, figyelj, akár hol rakhatok eladó pontot, akkor jó, hogy nem berakom a tojás eladás alá, érted? Berakom, és akkor megtermelődik, egyből eladja. Ne, hát ezek mi értelme lenne? Akkor nem kellene elrendezni a dolgokat, akkor nem kellene gondolkoznod.
Meg akkor mi? Akkor minden föld végébe raknék egy búzaeladás pontot, vagy ilyesmit. Jó, hogy nem a földön, hanem egyből kinyitom a csövét a kombájnak, és egyből leengedem, és nem is kell elvinni. Ez pont a logisztika, az egy nagyon fontos dolog. Az nem csak aratni kell, vetni meg minden. A Kína paraszt, aki csinálja a dolgokat, meg arat után el kell, hogy vigye. Annak kell, meg kell történnie. Az hozzá tartozik a folyamathoz, hogy elvigyük a gabonát eladni. Mert hát akkor azt mondja, mi? Hogy, mit csinál, mi történik? Ott izé, leengedi a föld szélébe, aztán jó, megkapja helyett a pénzt. Jó, úgyhogy logisztika az kell, gyerekek, ne viccelj. Úgyhogy ebben is tök egyet értek egyébként eddel. Jé Imre, nem rossz a gép, de szerintem, aha, Taiga 64-36 még mindig jobb, meg még stock állapotban is, állandó összkerékhajtás és difizál. A hajlasztása is jó, és 330 literes a tankja. És én azzal vittem végig a Michigan mapot. Na, akkor azt a Taiga 64-36-ot azt megnézzük. Azért gondolom át kell menni orosz honba. Jó. Zsolt Sebő, Kipernek nem kell ellenség, elég, ha sorsárkártyákat húzom, hogy igen. Zsolt Sebő, 4000 literes permetet kidobtál. Igen, de nem tudtam vele mit csinálni, sajnos. Az a lifa az nem működött jó. Attila Tóth, Jó, csak csinálhatnád a küldeket is most már. Igen, fogom csinálni, felfedezünk, aztán csinálom. Azért nem akarok nekiállni a küldiknek, mert mondták, hogy ugye több mapon keresztül átívelő küldetések vannak, tehát hogyha nincs felfedezve a mapom, és nincsenek megcsinálva, például az út, olyan küldetésekkel kezdenem, amik ilyen útlezárások, útbeszakadások, hegyomlások, azokat kell megcsinálni, hogy utána, hogy olyan küldetést felveszel, hogyha mondjuk át három mapon keresztül át kell menned, akkor ugye legyen, jó legyen, akkor át tudjunk menni. Na, Ed írja, Ati, köszönöm szépen a mai három részt, nagyon élvezem ezt a sorozatot, annak ellenére is, ha esetleg túlságosan kötözködőnek tűnök. Kívánom, hogy sikerüljön elérni a végcélt, és még jó pár részt kívánok magunknak. Ez egyébként jó megfogalmazás, mert tényleg olyan egyébként, hogy a segítségetekkel, csak jó az interaktivitás, hogy ilyen segítségetekkel, ötleteitekkel csinálom ezt az egészet. Azt mondtad, elavultak a sorskártyák. Na, ez rendesen hasba szúrt. Hát érted, mire gondolok, hogy elavultak, hogy kicsit nagyobb téteket kellene már beleszórni. Rábas Telger írja, szia Keeper, nálunk tényleg falunap van ma. Ja, ezt láttam egyébként. Ja, egyébként meg fogtok lepődni. Olyan szinten szívás van a következő részekben, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, de imádom. Hát komolyan. A mai részek fú, nagyon jó. Kérlek, vedd meg a TZ4K-t, írja Csaba Barka. Már írta régebben is, úgy emlékszem. Az a baj, az a TZ4K, nem tudom, hogy ez mennyire frankó lesz, meg hogy lesz. Egyébként TZ4K, akkor már inkább rám a 15. Mert találtunk olyan módot is, küldtetek jobban mondva. Emil Valentin Hegyi, akkor ha részegek, a következő rész rövidebb lesz. Ez hogy érted? Libakergető. Tűzvirágok illata. Ja, nem arra gondoltam. tudom, hogy mire gondoltam. Fighter 1101. A szegény P-Star kapott rendesen. Nem sokára nyakadon a faszállítás, plusz 18-as karikát dob majd ki. Ez káromkodás. Jó, ja, értem, mire gondolsz, hogy ide, hogy szívni fogok, aztán akkor ki kell raknom a 18-as karikát. Egy tipp, ha majd az első mapot akarod kijátszani, rengeteg fát kell majd hordani, amikor a Smithville gáthoz kell vinni, csak hosszút vigyél, közepes, ott is lesz a lerakóban. Nem sokára elérhetővé válik számodra még egy jó gép. A P-Starhoz hasonló, viszont alacsonyabb felépítésű. Voron. Zöld, nem a piros. Átugrasz Taimir mapra, és ott tudsz orosz gépeket venni. Ja, hát igen, igen. Nem ugyanazt írta a másik srác? Elfelejtem ám, bazze. Nem, a Taiga. 64-36. Köszönöm a tippeket. Csak a Laci írja. Sorskártya ötletek, vettél.
Ezt olvastam, és van egy nagyon jó ötletem ezzel kapcsolatban. Sorskártya ötletek. Vegyél egy kaparós sorsjegyet, pörges egyet, ha a következő szám párosnyi, akkor nyertél 100 000 eurót, ha páratlan, a dupláját kell fizetned a lottózónak, amit mint amennyibe a sorsjegy kerül, ami 30 000 euró, összesen 60 000 eurót kell fizetned. Ja, értem, hogy gondolod, hogy én dönthetek, hogy veszek-e 30 000-es sorskártyát, és nyerhetek vele 100 000 eurót, de hogyha bukok, akkor 60 000 eurót kell fizetni. Ez tök jó. Ezt akkor nem jól értelmeztem először egyébként, én meg olyanra gondoltam, egy olyan sorskártyára, hogy ugye 30 darab sorskártya van most. Azt kellene csinálni, hogy lotót adsz fel, mondjuk úgy van, hogy 30 darab sorskártya van, hogy 150 000 forintba kerül a sorskártya, de lehet először csak 15 000-be, amikor már több pénzünk van 150 000-be. 150 000-be kerül. Dobnod kell utána a sorskártyát, és annyit nyersz, amennyi számot dobtál szor 10 000, érted? Tehát, hogyha 30-at dobnék, akkor 300 000-et nyerek. Hogyha egyet dobok, akkor csak 1000-et nyerek, érted? Nem, akkor csak 10 000-et nyerek. Tehát akkor így gyakorlatilag egy ilyen feltett tudom tenni, mint egy ruletre a pénzemet, és annyit nyerek, 30-at dobok 300 000-et, értitek, 20-at dobok 200 000-et, tehát akkor ez egy ilyen elég érdekes dolog lenne. Jó, Edina, kicsit belegeveredtem, de egyébként jó lesz. Edina Nyaradi, szia! Hello! Hú, de régi videóhoz írt a testvérem. András Balázs, amúgy tök valós, hogy olyan kis foltok kimaradnak, való életben is szokott ilyen lenni. Nem telibe van az egész. Nem csites az autólót. Szerintem csak lassítaná a játékot, ha pakolni kéne, és semmi érdekes nem lenne benne. Max egy bálavillár veje, hogy a pénzben hogy ne kössön bele senki. Inkább részegek legyenek a munkások, mint hogy a zsizsik megegye a termést. Ja. Platán az nem juhar. Ja, az platán. Kökényesbe jó bele lehet borítva a fa. Jött volna valami kígyó. Ott lesz a csirketeleper közepén a biciklis gyalogos út. De egyébként tudom jó Bandi, hogy írja a kommenteket, hogy így szerintem nézi a videót, és mindig az aktuálisat hozzáírja, ahol éppen tart, ugye? Végre nem a nagy komp, meg olyan szavakat használ, nem a nagy kompasz görcsös, gancsos fákat vágod. Hát ez nekem olyan, hogy nem, hogy a, nem tudom kiolvasni, de az agyam így hirtelen ilyen fogaskerekek közé, mintha kavicsot szornába. Végre nem a nagy kampasz, görcsös, gáncsos fákat vágod. Csirketelepre kiselejtezett targoncát vettél a Lindétől. Gázt pakoltak fele, most meg tonyást. Mi az a tonyás? Ezt szívassál, direkt csinálod, komolyan. FS15-ben valami 1 eurót adtak egy tojásért, nem? Tipord le a játszóteret, ott elférsz majd a tyúkolla. Ja, úgy kellene, hogy izébe futkozná. Az lenne jó, hogy megmaradna a játszó, vagy az a játszótér, azt rohangálnának, érted? Kisajátítottam, privatizáltam. Uff, igen, jó. Béke Keeper a csirketelep. Ja, egyébként a kellene venni egy-két ikaroszt, mi körben ez egy csirketelep köré. Keeper a T-152-t eladnád, mert egy ném álom. Amúgy nem olyan rossz ez a T-152-t, lecseréljük majd az újabb verziója, azt írta mindenki, hogy az úgy jobb. Szerintem minden vetőgépet tölts meg fúra, és akkor nem kell utánuk futkosni, hogy melyik van kifogyva. Nekik nem tudom pénzt, de azért jobb futkosni utánuk minden percben, értem. Mi a map neve? Valaki leírja? Közben leírták neki. Na, Károly S. Snowrunner.
Reagálok azokra a dolgokra, amiket a videó nézésbe közben látok. Ha később rájössz, vagy meglátod, akkor bocs. Azokat a köveket a garázsból kijövet jobbra, jobb oldalt, amik lezárják az utat, el tudod hordani. Felveszel a kürdit ott a helyszínen. Ez a P-Star nagyon jó kezdő kamion, de brutál borulékony. Hát mondjuk, ahogy közlekedek vele, igen. A videók lehetnek sokkal hosszabbak is. Várjuk őket, mi sprinters, mudrunners, snowrunner fanatikusok. A fákhoz dőlni, meg ide-oda mozgatni a járgányokat nem nagyon jó ötlet, mert könnyen bebugolnak fákba. Ja, egyébként ez ilyen örökség. Sprinters-ben is súlyos dolgok tudtak történni, meg annál idegesítőbb nincs, amikor a plató meg a kabin közé beszorul a fa, és nem tudsz vele mit csinálni. Ja. Igen, hát a küldetéseket, azokat fogom úgyis csinálni először, mármint ezeket a útlezárás, elhordásos, útépítés, hidépítés dolgok. Élete sineken. Köszönöm a kommentet egyébként, mindenkinek. Élete sineken, sorskártya ötlet, eladósodtál, jönnek a bajtok, elviszik egy gépedet, kombány, traktor és egy eszközödet. Azt, hogy melyiket adod oda, nekik szabadon választod, viszont nem adhatod oda a legolcsóbbakat, vagy kifizet az nekik 180 ezer euró, de milyen lehet, ezt akkor valahogy fixálni kell, nem olyan rossz ötlet egyébként, de ja, de valahogy fixálni kell, mert most én döntöm el, de mégse, és nem a legolcsóbbat adom oda, a második legolcsóbbat, ötödik legolcsóbbat, hogy van ez? Úgy nem rossz. Gergős Lenker, na mondjuk azt én sem, ezt én sem szeretném, jó, én beszélek, aki úgy kezd el egy FS 22 játékot becsitel 132 millió. Ja, hogy izé, ja, hogyha nem lenne kihívás. Hát jó van, oké. Okay. Attól függ, hogy akarsz játszani egyébként. Hogyha egy ilyen, úgy akarsz játszani, hogy igazából ilyen céltalanul, és jól érzed meg, meg szórakozol, meg a gépekkel el vagy, meg, akkor persze, de egy ilyen célt kitűzöl magad elé, hidd el, hogy sokkal motiváltabb leszel. Mondjuk, ha nem használsz munkásokat, nem is fogy a pénzed. Meg én is FS 22-ben, mikor nagyföldet aratok, vagy vetek, akkor néha, amikor unatkozok, akkor berakok a háttérbe egy kis zenét. Á, ezt én nem tudom megcsinálni. Meg hát, akkor mi? Nem beszélnék addig. Egész más egyébként a videóhoz van. Máshogy is fogsz hozzáállni, mert ugye lehet, hogy ellennék én is, hogy aratgatok, meg zenét hallgatok közben, meg közben nézem a filmet, azért videózni másamról. Kriptonit tábla, ja, hát azok olyanok vannak itt. Szia, ez a permetező normális sem megy, én csak ezt használom, meg is nézzük, aztán akkor töltöm is ám le. Ú, jaj, de várjál. Ó, van, aha, ifás, jó van, oké, akkor ezt be fogom rakni. Köszönöm szépen, YouTube kritikus. Demon Hill kolampár, autólod mehetne szerintem, de lehetne úgy, hogy pénzbossz elrakodási munkákért, az úgy mondjuk egész jó, annak értelme van. Jó, ez jó, ez jó, mert igazából jól fejtette ki Bandi, elfelejtettem az előbb reagálni rá, hogy és beszéltünk is erről, hogy jó az, hogy értem, hogy realisztikus, hogy mindig villával pakolom föl a pótkocsira 8 darab raklapot, de azt megnézed egyszer. Még azt mondod érdekes, megnézed kétszer, jó, még elviseled, de ugye majdnem minden nyolcadik részben, vagy ötödik részben kell csinálni, és egy fél része elmegy vele. Gondolom, nem arról akartok videót nézni, hogy Torgonca szimulátor gameplay, tudjátok, mert mindig az ugyanaz, abban igazából nem tudsz mást, abban nem, az nem tudod, mi, hogy teszed érdekessé. Előbb-utóbb úgyis az mondja, hogy az fölkerül oda a raklapra, raklap fölkerül oda a pótkocsira. Akkor már most ezt ne nézze még 28-szor mindenki, nem? Úgyhogy igen, autóval akkor valószínű fog alkalmazódni. Hát, egyébként ez a kézzel rakodás is nekem bejön, nem tudom, némi, hogy szerintem ez a kézzel fölpakolom, ugye ezzel a Lumberjack móddal, ezzel például tök gyorsan föl lehet szórni, és akkor az mégse az van, hogy bebogol a villába a raklap, hogy figyel lőj a francba, tudod? Ja. Vagy nem tudom, a kézzelrakodás például nekem bejön, nem is kellene autólod. MRCC, Y, Mr. Ilyen neveket azért apám. Most nem akarok bántani, tényleg. Nem azért. Csak kiolvassa valaki, akkor ez le a kalappal. Megidézzünk egy izén vele, egy démont. Hello Keeper, rak bele a kirobban nagymotot. Előbb-utóbb az lesz, igen. Remix 14. Hello, én a nagyföldre nem csak búzát vették,
ha mennyi kell, azt a 26-os földre beültetném, és elég a csirkéknek. Na meg a kilót tedd fel 400 lóerőre, vagy amennyire lehet. Azért nem használom azt a kicsi földet, egy dolog miatt nem használom, mert ugye jó, oké, tudom, hogy ott az, ugye lehetne ott búzát. Csak az a baj, hogy mindig át kell vinni a kultivátort, mindig át kell vinni a kombányt, úgyhogy logisztikai szempontból nem éri meg oda mindig megcsinálni, elvinni mindent. Ezért nem egyébként. Csé Marcel, kíper az új járművedre, a váltó az lehet... Vagy a kezdő pálya... Jaj, bazze! Mondom, milyen farming szimulátor új járművedre. Kíper az új járművedre a váltó az lehet, hogy a kezdő pályán lévő rejtett fejlesztés az. Aha, ja, van egy rejtett fejlesztő az első pályán, és akkor az új járműre ott a váltó. Oké, köszönöm szépen. Dániel Hegyesi, szerintem nem cheat az autó, nem lopás, hanem gondolom az autó lódra gondolsz, és lehet egy olyan sorskártya, hogy 5000-es leárazás mindenre. Hát az is jó. Vagy akkor nem is 5000-es, hanem mondjuk 20%, nem? Dariel Hegyesi, ez miért nem live? Hát, live az nagyon nem nagyon erőltető, mert mindig így, nem tudom, mindig hülyeségbe megy át. Aztán ez valami, hogy akarok egy komoly sorozatot. Józsika Torma, Hello Keeper, egy sorskártya ötlet elromlott, az előbb használt géped, a javítás 5000-be kerül. Ilyesmi egyébként van hasonló. Dariel Hegyesi második, Balázs Török, holnap lesz multiplayer? Hát azt csak akkor kiúzzuk leginkább, ugye? András BB, szia Keeper, sorskártya ötletem lenne, a tegnap részegen vezettél, igen, azt írtad. Rajmund Szabó, szia, miért nem kultiztál közben? Nem tudom, egyébként nem kultizok először, hanem először ugye műt rágyázok, de lehet, hogy az történt, nem ebben a részben történt az, hogy nem dolgoztathatok munkásra? András Balázs. A bor bekészítve, mert a Keeper videó maraton estél. Hát eléggé sokat ész, ne arra ugyatok egyébként. Ne arra ugyatok. De vártam már. Milyen bor egyébként? Házi? Valami táraz? Vagy micsoda? Milyen bor? Úr, én már nem ittam nagyon régen alkoholt. Alkoholt iszok, mármint nem, most nem azt higgyétek, hogy iszok, mármint ilyen keményen, nem arra gondolok, csak ha iszok, mondjuk elkezdek iszok két sört, akkor így egy a kedvem a dolgoktól, akkor ilyen elnézegetem a filmeket, akkor izélek, akkor Barninak a lágát nézem, és akkor videó nulla, az a baj. Persze az is jó, csak akkor meg utáltok, hogy megint két hétig etőzünk a képen. Nem vártam már. Horváth Csárda, csá. Csá, csá. Gergő Schlenker, tankolj. Oké, okay. Humogvár Keeper módra. Ja, ez a izé, mi? Nagy Humogvár is don. Silóban leürítesz valamennyi szalmát? Nem tudod beüríteni, ugye külön van ilyen szalmatárolós cucc. Igen, azt kezdtem, hogy felszerem a szalmát. Igen, jó, oké. Gergő Schlenker nagyon-nagyon sokat ír. Nem azért nem szalad, mert sok rajta a súly, és azért nem bírja el. Jó, és az a baj, ilyenekre nem tudom válaszolni, nem tudom, mire gondol, érted. Csodás a mesterséges intelligencia, nem törődik semmilyen, csak menjen maga útján. Igen. Azon gondolkozó, hogy lehet, hogy én is elkezdem egy 1 milliárd eurós kihívást, egy eurós kihívást, csak FS22-ben. Amikor régen megláttam a Snowrunnert, amikor kijött, megmondom őszintén, nem szerettem, mert nem olyan, mint az elődjei. És ezt hittem, amikor először letöltöttem, és játszottam vele, mondtam magam, hogy ez nem jó játék, egy fos. De most már olyannyira megszerettem, hogy 7 nappal átéve játszok rajta, hála neked, köszi papi. Tényleg milyen régen nem szerettem a játékot, most olyan jó kedvel játszok vele, és szétfüggöm, mint az FS22. Egyébként én is úgy voltam a SnowRunnerre, nem véletlenül nem volt belőle rész, és még egy dolog miatt nem volt,
ez lehet, hogy az én hiányosságom, de így nagyon idegennek tűnt, meg nagyon bonyolultnak tűnt. Tudom, hogy persze nem olyan extrém bonyolult, tanulható meg minden, csak valahogy átlépek egy olyan szintet, amikor látom, hogy ilyen túl bonyolítottnak tűnik, nem az, nem biztos, mert lehet, hogy tök hamar átlátod, csak túl bonyolítottnak tűnnek a dolgok, annyi minden küldetés, annyi minden trailer, annyi minden csuda dolog, és akkor jaj, sok. És akkor így gondolja az ember, és amikor már belekezd, és beletanul, akkor meg tök jó, akkor meg kézre állnak a dolgok, tudod? Csak van egy olyan folyamat, amit ugye ezt végig kell járnod. És amiatt nem tetszett nekem egyébként. Nekem amiatt leginkább, hogy kicsit sogó, de aztán beletanulok, akkor meg tök jó élvezet, és mert tök gyorsan kezeled, és tök kellemes. Attila nagy, kágyiló, azt hiszem csiga. Igen, egyébként csiga. Mesztelen csiga nálunk. Szabolcs, Huszár, Szabolcs. Ne add el az MTZ-t, mert nekem nagyon tetszik. Egyébként az MTZ az ilyen örök túlélő lesz szerintem ebben a sorozatban, mert mindig lehet valamire használni. Ilyen kicsi dolgokra. Keeper, ha esetleg valami bagos, vagy nem jól működik, akkor szerintem visszaállíthatod a bolthoz. Ja, igen. Hogyha nagyon, olyan nagyon abszolút bagos, akkor visszaállítom, de mondjuk az a zifa az meg úgy volt, hogy ugye igazából annyi, hogy nem akar bele munkás dolgozni, szerintem arra gondolsz, az meg úgy van, hogy azt már elengedtem, olyan nagyon sokat nem buktunk rajta. Igen, írtátok, hogy ezt a silós ifát cseréld már le rendes gabonás ifára. Egyébként ennek jó nagy a tortája, azért nem cseréltem ki. Egyébként azt hiszem van olyan ifapak, amelyikbe cserélhető rajta a felépítmény, az például tök jó lehet. András Balázs, kukoricát meg napraforgót miért nem lehet adni a tiknak? Hát megeszik az minden magot. Tikoknak még légkondicionált helyiség van, el nem hiszem. Rábát lefosta egy Godzilla. 20 rész óta mondom a sterimót. Ha már belurusz traktornál vagy akkor, és kell az MTZ, akkor valami 35-22, vagy valami beszerezhetnél például, nem tudom, van-e hozzám. Van-e mód hozzá. Egyébként, ja. Jó, sterimód ígérem fogok venni előbb-utóbb. Nem lehet olyan sterimód venni, hogy így átmész rajta ilyen kapu, és akkor így megmossa a gépet. Már mindig... Oh, yeah. Ja. Igen, egyébként az, hogy a tyúk nem eszik meg mindent, az egy akkora hülyeség. Egyébként pont az állattartásnál úgy raktam volna bele már a készítőknek, hogy tyúk egyén meg mindent, hallod, a krumplit széjjel vágja, csőrébe, ezt megeszi, kikopogassa, nyíjjel, neki szoktuk dobni, aztán kiették, hogy sem csak az zöld izé maradt a vége, meg a récaik is. Hát ezek megesznek mindent, meg a disznó is megeszik mindent, marján. Megeszi még a izét is, még a... Majd tyúkot is megeszi, nem ugye ízét, nem ugye, ez minden, meg a kukoricát megeszi, persze, hát ez elég hülyeségek vannak benne, ezt úgy csináltam volna, hogy az egyen meg mindent. Aztán akkor a tyúkkal az tényleg mindent beborítasznak a jó világban. Viszont azt tök jól megcsinálták, hogy a beborításnál úgy van, hogyha ben van neki kukoric, vagy búza, de az árpát rá tudod borítani, tehát össze lehet keverni, az egy jó dolog. 80 ezer forintos homok van egyébként, az nagyon kemény, hogy 80 ezer forintba kerül. Tudom, mire gondolsz, annyi euró átváltva az a homok van. Ed. Jó, mondom a nevet, hogy Ed egyébként. Az meredek azért, hogy 107 euró összvagyonnal földvásárlásról beszélt. Esetleg a szalmát kell adni, hogy legyen valami bevétel is. Hajam áll égnek, amikor kupleráj van a telepen. Érzéked van ahhoz, hogy a gépeket mindig valahogy útba hagyod? Egyébként ne is mond. A hátra lévő füves területre simán át lehetett volna vinni ideglenesen a két kombájt is. Több helyed lenne a betonos placon. Én meg beortam a izébe, egyébként tudom. Beortam a. Oda viszi, hogy fog aratni? Milyen jól leviszi a szalmát, hogy egyfolytán megadja. Nem igen fogja megijedni. Tyúkoknak betárazni a búzát nem kellene? ezek nem a... reagáltam. Mit visz hova át? A kombányokat el az útból, akkor adatásra kerül a sor, elő lehet őket hozni. De most csak kerülgette őket. Amíg nincs rájuk szükség, lehetett volna oda vinni őket, hogy a betonos területen ne legyen akkor a kavalkád. Egyébként teljesen igaz. Ha már a szalmát kénytelen volt leüríteni a telepet. Az jogos, hogy a szalmát leviszi, ha sokat ad el, de ha mínusz az egyenleg, akkor csak kell valamiből pénzt csinálni. Mint ahogy a végén, a rész végén csinált is.
A szalma mehetett volna hátra. Az jogos, ha nincs más valamit el kell adni. Egyébként nem tudtam volna, a fűtől nem engedte volna leönteni oda, ugye. Hogyha van valami anyag, ugye ott fűvel meg van terítve, akkor nem tudom lerakni a szalmát már oda. Én csak nem lehet ráönteni ugyanarra a területre. Zsolt írja ugye, hogy ha már egy darab szalma van benne, akkor nem a füvet szedik, de nem keveredik össze, tudom a hamsterbe, csak hogyha a területen úgy leg van terítve valamivel, akkor oda már arra nem enged még egy fajtát önteni. Az összes gyomírtod 4000 litert kidobtad az ablakon, amikor eladtad a permet, az újfát tele. Már tudom, csak nem lehetett üríteni. Mesztelen csiga. Igen, jó vágjátok, gépi munkás használd, akinek ez nem tetszik, az nem sokat játszott ezzel a játékkal, mert egyedül is jön, az minimum 4-5-ször ennyi idő. Köszönöm szépen. Zsolt Sebő. Keeper az nem zavar, hogy a hamsternek nincs felszerelő kocsija? Itt csinálták, meg nem tudok velem, csinálni. Az, hogy nem használod ültető helyett, azt megértem, hogy teljesen más cucc kell. De ilyen vető létezik, ami kultizik is. Létezik ilyen vető, tudom, de ez nem az. Ilyen napon azt se használhatnád. De az olyan, azon van olyan eszköz, hogy kultizik. De ez gyakorlatilag egy lapos vető, és az van, ami ugye a földbe bele viszi a szemet. A vetőmagot. De ezen nincs kultizó rész. Tudom, hogy van olyan vető, amelyiken van kultizó, de az úgy is néz ki, ha nem mozoltak között is van. És ott van egy olyan rész, amelyik kultizik. És utána van egy olyan rész, ami vet. De ez csak egy darab szekció. Ez csak a vető rész, érted? Munkás teljesen ok a szerverem vagy. Ó, igen. Miért nem raksz már le egy eladó pontot a telepre, és szerencsétlenkedsz itt a raklapokkal? Ugyanúgy kifizeted. Igen, azt írtam, hogy az eladó pont, meg az ilyen vevőpont, meg ilyeneket azt azért nem fogok rakni sehova, mert akkor így megszűnik létezni a logisztikát, nem érdemes ugye fejleszteni, semmi értelme. Az úgy már nem, azt már nem akarom. Üzemanyagnak meg tarkálykocsi. Ami nem, mód nem jó, az engedelést töröd. Na ebben igaz, egyetértünk egyébként az üzemanyagnak tartálykocsi, az is teljesen jó. Igen. Előbb-utóbb mindenképp kellene egy olyan ifa, ami mondjuk viszi az üzemanyagot, és akkor nem kell vinkódnom azzal, hogy tankolgatok minden. Gondolod, hogy a traktorok nem csitesek attól, hogy 110 lóerő, ír, nem biztos, hogy is írnak bele. Egyébként igen, tudom, de ahogy észreveszem, nem csitesek. Mármint látható, hogy ugye a megfelelő terhelésnél, meg megfelelő vontatmánynál lassulnak, szenvednek, főleg az MTZ, ugye nem tűnnek csitesnek egyébként. De hát ezt ugye sajnos úgy kell eldönteni, nem tehetünk róla, hogy valaki hogy oldja meg a dolgokat. Attila, kár, hogy a permetezős ipával nem tudtad kirakni a gyomírtót, de hát ez van. Talán nem azon fog múlni, mondta a keeper. Simán becsitelhetném magadnak annak a mennyiségnek az árát, ami az ipában bemaradt. Sőt, ha ilyen van, nem úgy működik valamelyik gép vagy eszköz, ahogy kellene, akkor nyugodtan írd vissza a cash-t. A valóságban is így van, így hívják, hogy garancia. A problémáznak emiatt a gazdaboltban csak rájuk húzva egy olyan sorskártyát, hogy bepanaszoltak a fogyasztóvédelemnél. Ja, de, ahogy említettem, azért nem csinálom ezt, mert sokan biztos kritizálnának, hogy már nem tetszik a mód, vagy valami ilyesmi miatt, és akkor visszakérem az árát. Enélkül is meg fogjuk csinálni az 1 milliárd eurót, nem ezen fog múlni. Hamutartó, mokorgás, igen, a mokorgás az zalai szó, mokorogni az azt jelenti, hogy mit tudom én, így morogni, beszélni, ilyen csuttogni, ilyesmi. Kummogás, az meg a kummogás az, amikor ilyen izé vagy, és akkor kummog valaki, hogy nem. Csullankodás, egyébként az csullankodás, az meg lopakodás, a csullankodás. Azt is szerintem nyugodtan használhatsz munkás, mert például egy TSZ-ben sem csak az elnök van, hanem ott van például Jani a traktoros, meg hasonló, ennyi. Ez tökéletesen megfogalmazza. Szia Keeper, nem vagyok zalai, de mesztelencsége, igen. Attila írja, szia Keeper, az összetömörödött szalmáról van szó, egy sztori, ezt egyébként elolvastam,
Egyébként olvasom a kommenteket, csak nem biztos, hogy írok rájuk, mármint inkább így reagálok. Egy haverom felújtotta az örökölt házat, és haverokkal mentünk segíteni. A garázs mellette helyiség padlása meg volt rakva a szalmával 5-10 centi vastagon. Felmértük, hogy nem olyan sok, ez leszórjuk a garázsba sima úgy. Ahogy szedtük ki a szalmát, úgy elazult fel. A garázs megtelt a szalmával. Sose annyira menjük legalább. Így én is jártam. Egy ismerősömnél szedtem le ugyanígy padlástól a szalmát. Öcsém! Szórtam le, én felhúztam a sindőket, és úgy szórtam le. Hát egy akkora bogja lett, hogy ott is meg volt terítve ugye a szalmával a padlás, leszortuk, és ahogy szórtam le a padlásról, addig fölért már. Mondom, mi ez is már? András Balázs, permetező helikopterem van 3 pontos, egyébként van, jó erős, úgyhogy talán lehetne vele szántani, az mekkora lenne? Norbert Schunker, egyébként Norbert Schunker, az nagyon elnéztem, mert itt van ugye Gergő, ő a Gergő és Lenke. Norbert Schunker. Vesz az. Norbert Schunker, most hol voltunk? Norbert Schunker, vagy ki, egye ki a vetés trágyázás után. Hát ez egy ilyen kíván videósorozat, ami gyakorlatilag egy speedrun. Értem én, hogy mit ír, meg miért, de gépi munkás nélkül több hektárt magában művelni, valakinek egy idő után lehetetlen. Mire elér a vetéssel a föld végére, a másikon már ott tartunk, hogy aratni lehet. És akkor még nem trágyázva vagyok, igen, ez egyértelmű. Nem tudod munkás nélkül csinálni, hát képzeld el, hogyha majd lesz tisztel egy földük, hogy? Szükséges dolog a gépi munkás, akkor érteném a dolgot, ha nem kerülne plusz pénzbe a munkás, de mivel plusz pénz így egyértelmű, használni kell és lehet is. Szerintem tárcsa meg vető nem feltétlen baj, hogy nem modolt. Annó sem volt mind modolt. Nem lesz annyira szenvedés. Egyébként előbb-utóbb úgyis át fogunk térni az ilyen professzionális gazdálkodásra. Egyébként András Balázs meg nagyon rögök a komment. Slunker volt be, Slunker. Azt egyébként én mondtam a Gergő Slunkerre. Dani, szia képen, nagyon jó volt a videó, még több belső nézetet. Jó, vigyelek rá. Kágyiló mesztelenség a Péter Ódor vágja. Kipper, kipróbáltam a föld végén a talajszint alatti fákat, ha kivágod, akkor jól fordulnak a gépek. Ha ott ki vannak takarítva, akkor csak elől az út felől oldalon kell lehúzni. Na, akkor azokat ki fogjuk csepeni. Na, puci pitya rész. Akasz össze annyi vetőt, hogy egy húzásból lehúzza a földet. Na, aztán onnan indulnék, izétől, vasúttól. Ugye az a baj, hogy fordulni is kell meg minden. Kérlek, Keeper, vedd meg a TZ4-et, szegény Csabó Barkának meg mindenképpen meg kell venni most már azt a TZ4-et. Beni darabos, én adnám, ha lassabban jönnének a részek, mert nincs ennyi szabad időm megnézni, úgy kell pörgetnem bennük, hogy tartsam a részeket, és így nem annyira élvezetes. Igen, egyébként, hát de nem muszáj most egyből, mármint úgy tartani napi szinten, ahogy készülnek. Később is meg lehet szerintem nézni. Mikor lesz multiplayer? Hát azt nem tudom megmondani. Kukorica Kft. Sorskártya ötlet. Drogot sem pénztél, megállítottak a rendők, észrevették a drogot, és megbüntettek. Kukorica Kft. Egyébként azt minden videó alá írja. Nem olyan rossz, de nem tudom. De mindenki mindig nevetne rajta meg. De mindig szegény lecseszik, hogy hát ez nem az a film. Ez nem a drogcsempészes dolog. Ő nagyon benne van a Kukorica Kft. Szerintem ebben a drogba, ő nagyon-nagyon akar. De egyébként ezt komolyan egy hónappal írja minden rész alá. Kipper szerintem próbált ki a cukornádat. Hát ki fogjuk mindenképp előbb-utóbb. De Gergő Rácz, szia Kipper, hello! Tihamár, az nem Tihamér? Sövegártó Tihamár. Most ez az egy nagyon ritka név lehet, nem? Én is álmodozom, mert még nincs PC. Mi arról beszéltem, hogy régen, ahogy álmodoztam a dolgokról. Jó az index kép. Ja. Köszi. Köszi oda. Mr. Laci. Legyen végtelen lész. Nagyon imádom a videókat. Köszönöm. Dávid Vég, képer több első részletet. Jó, tényleg akkor kell több első részletet, már nagyon el vagyunk. Tényleg egyébként most már ilyen nagyon pörgősen, aztán külső nézetben. Hali vagyok official.
Legyen több sorskártya. Azokat kell beraknunk, ja. Miklós Rebenszki. Sóskártya rész van. Bence Bognár. Szia, Keeper. Melyik mod miatt süllyed el a traktor? Hú, ez a izé, Rea mód. Így jutott be, hogy Rea mód. A FS19, azt meg is találod. Nem is tudom, valami... Ja. Rea mód. Így megtalálod. Ers. Várjál. Sajnálom, Ati, hogy ennyire beszívtad, a gépi munkás alkalmazása szerintem rendben van, pénzbe került, tehát nem ingyen munkaerőhöz jutsz, igen. Zsolti, 9012, Keeper a sorsárkártyákkal lehetne azt, hogy ahol pénzt nyersz, vagy vesztesz, kapjanak egy szorzót. Olyan mértékben, hogy fejlődik a TSZ-ed is így, balanszolva lenne valamelyik. Ennyire, ez egyébként jó. Ja, mit tudom, hogy 10 részenként kapna egy, mondjuk, 10 részenként duplázódna. Az nagyon jó lenne. Ez nagyon jó lenne, ha 10 részenként duplázódna, mert akkor gyakorlatilag még inkább motiválva legyen, hogy gyorsan legyen sok pénzed, fejlődj, mert gyorsan, mert hogyha mondjuk a 60. résznél már 6-szoros ár, és te le vagy maradva pénzügyileg, akkor nem fogod tudni kifizetni ezeket a büntetéseket. Ez se lenne, ez se rossz. Keeper fellépés a reformáció ellen. Szevasz, Ati, szerintem mert ma, és ha úgy van, holnap is tripla rész. Nagyon jó és élvezetes a sorozat. Ha lehet, akkor lehetne egy ilyen live is, teszt jelleggel. A TS frissítsd, előbb utána a tikokat, hogy jobban el tud látni őket. A következő földet szerintem vedd meg, mert akkor több szem jön, és tudsz a tikoknak adni bőven, és el is tudsz adni. A szemordó ifa mögé egy remonkát szerintem kös, egyből 20 plusz 1000 kapacitás lesz. Kevesebbszer kell menni eladni, meg ilyenek. A szénatárolót szerintem a füves területre tedd le, és előbb oda hord a szénát, és akkor el tudsz kezdeni kultizni. Amúgy az se lenne rossz, hogy gyorsan kiadom, az is egy ilyen logisztikai dolog lenne. Lehet, hogy egy ilyen szalmatárolót, csak valami epik nagy kapacitású kellene, nem? És akkor oda le tudnám öntözni. Az mondjuk nem hülyeség. Egyébként az lesz mindenképp, hogy most majd rámegyünk arra, hogy föld, megveszük a mellettünk lévő földeket. Az is öt részen belül biztos, hogy meg lesz. Egyébként, ja, azért van mindig 80 lóerős motor benne, hányszor konfiguráció lépsz, alapra állítja a gépet, újra kell minden, de gáz. Akkor mindig megszívjuk azzal az MTZ-vel. 6 méteres vető, egyébként ezt néztem, Barabás, köszönöm. A szép, hogy jó, és jó, hogy gondolsz az iskolásokra, és nem raksz ki reggel videót, hogy óra alatt ne nézzék. Van ilyen sajnos, a felnőtt nézők, akik dolgoznak, nem is érdekelnek. De érdekelnek, de hát nem tudom, szerintem elég sűrűen van. Naponta olyan egy-két-három rész biztos, hogy van. Az szerintem nem egy olyan kevés, amúgy én úgy érzem. Mármint egy más videósok szerintem egy sorozatból nem nagyon raknak ki három részeket naponta, meg gyakran kettőt, de minimum egyet, ugye? Szerintem az nem olyan kevés azért. A vidéd jó, sőt, szuper, csak annyit beszélsz. Írja ugye rá Gyuri. Jó lenne, ha csendben ülne, pont attól jó videó, hogy sztorizgat, meg beszél közben. Köszönöm. Igen, egyébként jó sokat beszél. Balázs Éva vagy Éva Balázs, nem tudom eldönteni. Barabás Barni, ez a mód, nekem is megvan a rába. Dupla kerék nem igazán működik, mivel csak tesztúrát lehet rajta sétálni. Mi egyébként sokszor azt csinálják, hogy így, ugye, az semmi. Csak ilyen design. Füvet nem tudod összeszedni a hamsterrel és aladni, de egyébként el tudnám. Csak ugye nem tudom, mennyire tudnék forogni ott, de hát azért jó lenne egyébként. Lehet, hogy össze kéne szedni. Következő részt, amikor veszem fel, vagy a következő utáni, összeszedem azt a füvet, azt eladjuk. Legalább akkor tudnánk tovább építkezni, meg nem is veszik el az a fű, nem? Valaki írta, hogy nincs hang a videóba. Hozza a Magyar Posta Logisztik. Na, közben egy kicsit, még pörgetek, mert nagyon hosszú lesz ez a videó. Nem húztál sorskát, tehát egyébként húztam, húzok.
Azért nem öntünk ki, mert nincs benne csirke. Közben ugye rájöttünk, hogy ha nincs csirke az olba, akkor nem önti ki. És ez is egy jó komment. A Karaba Krisztián írta, a Hali Keeper azt a lábat azért tudott 320 lóerőig felhúzni, mert a csikos matricát rá rakni, mert át tudod festeni zöldre, és én szívesen látnám azt a gépet a KTTS-ben, Keeper Tank TS gondolom, mondjuk mikor a teheneknek sílózó. Egyébként igen, a 320 lóerős zöld rába, az azt hiszem, hogy a GD vető, vagy a GD motoros, ugye? És azért a 320 lóerős, az a 90-es évek után, és azt hiszem az a metál zöld csikokkal, az volt talán a legelső, és van is, van benne, még Magyarországon még mindig működik. Közben egy belepörgetek, bocs, ha kimarad valaki. Legyen FS22, nem No Man's Land. Nem rossz egyébként az a koncepció, de most ezt nagyon élem, és nem akarok még egy sorozatot. Ja, írta valaki, Bence írta, hogy a másik ráva se jó, hogy úgy működik, mint a 180-as. Ben írja, Szevasz Keeper, azután a ráva után ajánlok egy IH 6, igen, 6200-as vető. Igen, az tök jó lenne, az az, amelyik ugye ilyen kereken nem tudod hosszába húzni, és akkor kinyitod, akkor lehet utána akasztani a gépnek. Az tök jó lenne, az autentikus, és azt használtuk 15-ben elég sokat. Kis hamster giróval viszi eladni. Hete? Ez a hete, ez honnan? Hete, ez honnan? Ez honnan? Ezt ki szokta mondani hete? Ki szokta mondani hetét? Igen, egyébként az is jó, hogy Keeper 20 kocsit az ifával, előbb megtöltöd a kocsit, kirakod a föld végére, aztán megtöltöd az ifán végén, összeakasztod, úgy már elviszi. Egyébként igen, mert ugye a területen nem viszi. Bence tök jókat ír. Az tök jó, Bence tök jókat ír, bazza. Bence vágja a gazdaságot szerintem. Bence nagyon... Van egyébként egy-két kommentelő, akik ilyen... Látod, itt van Kukorica Kft. Megint kommentelt, izé, drogot szállítást. Van egy-két kommentelő, akkor itt levágott, hogy valószínű, hogy valahogy belelát a jobban a mezőgazdaságban. Azt írja, hogy azért van forintba az az izé rajt, mert silózóra tervezve. Keeper, ha lehúzod a szélét, nem a forgóját, hanem a szélét, akkor működnie kell az ifának. Az biztos? Szerintem nem működik ez az ifa. Mert ugye, hogyha nyomsz egy hát, akkor akárhol vagy, akármit csinálsz, egy pillanatra átvált a gépi munkásra, de instant visszavált, ugye, hogyha nem indul el a saját magadra. És ez abszolút nem vált át. Ezt a vetőt is egyébként néztem. Jó, gyerekek, géppark frissítés időszerű volt. Jó, ennyi volt szerintem, és nagyon szépen köszönöm a rengeteg kommentet. Kedvem támad hozzá. Hát ez nagyon jó, mert nem rossz játék. Igen, László, Zvolenszky is ugye az IH 6200-as vetőt, ha javasolt. Ja. Jó, köszönöm szépen. És itt is egy izé, itt egy nagy segítség, Thomas írta, hogy mi ez? Az Info Display mód segít, hogy lásd, mi és mennyi van a raklapon, ha ránézel. Meg egy csomó mást is kiír. Na, az Info Display-t, azt most abban a pillanatban, amikor megállítom ezt a videót, akkor le fogom tölteni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ezt föltöltöm, és akkor meg tudjátok nézni a kommenteket, hogy kb. Mikre reagáltak. Okay. Sziasztok!